Köszöntöm a kedves nézőket! Az Igali Batthyán Károly általános iskola tanulói vagyunk. Ma meglátogattuk a Kapos TV-t, a Kapos TV szerkesztőségét a digitális témahelyet keretében. Lelkes és érdeklődő diákokkal telt meg csütörtökön a Kapos Televízió székháza. Az Igali iskolában 2016 óta rendszeresen szerveznek digitális és fenntarthatósági témahetet. A pedagógusok azt mondják, ezek az élménydús gyakorlati foglalkozások jó alkalmat kínálnak a szemléletformálásra és az ismeretterjesztésre. A fenntarthatósági témahéten belül hogyan tudunk vigyázni a környezetünkre, ugye most lesz április 22-én a Föld napja. A digitális témahéten belül pedig ezeknek az eszközöknek az etikus használatára főleg. Az Igali gyerekek amellett, hogy megnézték szerkesztőségünk házi múzeumát és szinte minden zegédzugát, riporterként is kipróbálhatták magukat. A téma ezúttal a mesterséges intelligencia volt. A tanárokat szerintem nem fogják lecserélni, mert mondjuk a robotoktól nem lehet olyan tanítást kapni, mint egy tanártól. Értem. És mondjuk a közigazgatásban szerinted mennyire fog változni mondjuk így a technológia? Biztos, hogy nagyon sokat fog változni. A fiatalok településükön is sokat foglalkoznak a digitális megoldásokkal. Iskolájukban például rádióműsort is készítenek. Nekünk az iskolában például van okostermünk, okosteremben 30 mikrobitünk van, okostáblánk van, greenboxunk, 3D-s nyomtatónk, lézervágónk, laptopjaink a gyerekekkel, és ezeket is használjuk. A diákok a nálunk tett látogatáson túl a héten a többi között a lapkészítés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, és ellátogattak a digitális tudásközpontba is.